Hát sziasztok és üdvözöllek titeket egy teljesen új gameplayben. Azóta ajánlgattatok már nekem a Life is Strange-et, amióta elindítottam a gameplay csatornámat, és mivel most már nincsen Far Cry Primal, ezért szerettem volna elindítani egy új sorozatot. És hát a Life is Strange-et megvettem már gyakorlatilag januárban, és azóta sem játszottam vele, úgyhogy úgy gondoltam, hogy ez szuper lesz következő sorozatnak. Tudom, hogy rengetegen kijátszották már, és hogy lehet, hogy egyeseknek unalmas lesz, viszont beszéltem Marissal, mert ugye ő már kivitte ezt a játékot, és kérdeztem tőle dolgokat, hogy esetleg mit tud nekem tanácsolni, hogyha kiviszem, és ő azt mondta, hogy ugye 5 fejezetből áll, és minden fejezet körülbelül másfél és 2,5 óra között van valahol. Szóval gyakorlatilag, hogyha egy fejezetet 2 vagy 3 részben tudok kijátszani, akkor az egész sorozatot ilyen 12-15 részben ki lehet vinni, úgyhogy szerintem, ha valakinek esetleg már unalmas ez a sorozat, akkor sem lesz annyira zavaró, hogy van belőle fent néhány videó a csatornán, és hogyha meg mégsem szeretitek, akkor majd nem folytatom tovább, de én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok már rá, és nagyon régóta szerettem már játszani, és hihetetlen hangulatosnak tűnik képekről, meg amit eddig láttam belőle, ami egyébként nem sok. Direkt nem néztem bele videókba, mert egyáltalán nem akartam azt, hogy esetleg valamit lelőjön nekem, úgyhogy abszolút nullából fogom elkezdeni ezt a játékot. Annyit már megnéztem, hogy hogyan kell irányítani, hogy azt ne videóban kelljen megtanulnom, mert most azzal viszont nem húznám el az időt, hogy egy 26. embertől is megnézzétek, hogy hogyan kell irányítani a játékot, viszont minden más teljesen újdonság lesz. És hát azt is tanácsolta nekem Maris egyébként, hogy minél több mindent nézzek meg, mert hogy az apró dolgok is fontosak a későbbi dolgok szempontjából, úgyhogy hát igyekszem majd megtalálni az egyensúlyt, hogy ne legyen nagyon vontatott se a játék, de benne legyen minden részlet, ami fontos. Na, úgyhogy akkor kezdjünk is új játékot, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, hogy milyen, mert nagy reményeket fűzök hozzá. Válasz bölcsen, jól hangzik. Ahogy látom, itt még nem tudunk futni, vagy hát remélem, hogy fogunk tudni futni, ugye shift-tel lehet általában a játékokban futni, de most egyelőre arra még nem reagál semmi. Jó, hogy viharban vagyunk. Akkor először megnéztem, ugye még csak egy néhány percet játszottam az osztályteremben azért, hogy megnézem az irányítást. Hát akkor frászt kaptam, amikor elkezdődött ez az intro. És ez azért elég masszív, tehát ez olyan instant halálnak tűnik, kicsit ilyen ózós beütése van. Hát ilyen rémám úgy se volt még. Okay, I'm in class. Everything's cool. I'm okay. From light to shadow. From color to chiaroscuro. Now, can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in black and white? I didn't fall asleep, and that sure didn't feel like a dream. Bueller. Weird. Diane Arbus. There you go, Victoria.
Itt van egy képünk, nézzük meg. Because of her images of hopeless faces. You feel like total... Look at this crap. How can I show this to Mr. Jefferson? Nekem nagyon tetszik ez a kép. I can hear the class laughing at me now. Haunted by the eyes of those sad mothers and children. Csináljunk egy selfie-t így óra közepén. Van itt egy napló. If anybody else looked at this, ebbe nem olvastam bele. Október, a kedvenc hónapom, tökéletes az időjárás. Imádom, ahogy a levelek szint váltanak. Azért még mindig meleg van, köszi globális felmelegedés. Így a kabátokat és pulcsikat nem tudom annyira hordani. Hamarosan. Kate kölcsöt adott egy könyvet. Nem nagyon olvastam még bele, de Warren szerint jó könyv. Utoljára akkor öltöztem fel Halloweenre, amikor még jobban voltam Chloe-val. Képek is megvannak még az egyik albumomban. Kéne kerestem egy rendes halloweeni bulit, vagy találok egy jót, vagy csak a hülye Vertex klubos medence parti marad. Legalább megpróbálok kimászni a barlangomból. Nem várhatom, hogy pár nap alatt teljesen megváltozzak. Ahogy a szüleim szeretik mondani, az idő, mint a tenger. Ja, igen, szóval összesen 8 oldal van, amit eddig írtunk a naplóból. Hát valamennyit el kéne belőle olvasni, hogyha nem is egyszerre az összeset, de legalább mondjuk, nem tudom, két oldalanként bele-bele kéne olvasni a naplóba, mert egyfelől nekem szerintem nagyon hangulatos, ahogy megtudunk dolgokat a múltról, illetve arról, hogy hogyan kezdődött ez az egész, és talán fontosak is a részletek, úgyhogy tekerjetek bele nyugodtan, hogyha erre a részre nem vagytok kíváncsiak, de én szeretném tudni, hogy tulajdonképpen mi is volt az előzménye ennek az egésznek. Szóval ugye most október 1-je van, és július 10-én kezdődik az egész, mondjuk elolvasom a 4. oldalig, aztán meglátjuk. Felvettek a Blackwell Akadémiára, szóval ott vagyunk most. Ha a szavak tudnának táncolni, akkor itt most buli lenne. Bejutottam. A Blackwell egy privát iskola csak végzősöknek. Gyerekek nélkül. Nem hittem, hogy ennyire fogok neki örülni, mivel abban a városban éltem régen. Mégis egyből felugrott a vérnyomásom, amikor megkaptam az értesítő SMS-t. Azt hittem, azt fogják írni, köszönjük a jelentkezését, de sajnos nem tudjuk felvenni. Néhány másodpercig meg sem mertem nyitni, aztán amikor megláttam az első szót, gratulálunk, azt hiszem felsikítottam. Anya sírt, apa pedig csak nevetett. Olyan furák, viszont nagyon boldogok, és semmit sem kell fizetni a Blackwellnek. Így végre vehetek új rucikat, és ha találok munkát, új laptopot. Ó, még most sem hiszem el, hogy felvettek a Blackwell Akadémiára. Na, ez valamilyen művészeti sulinak tűnik. Ez már augusztus 18. Szóval ennyi, itt hagyom Seattle-t, és visszamegyek Arcadia Bay-be. Általában a legközelebbi gimibe mennek a diákok. Azt hiszem, most én is így teszek, csak már 5 éve nem ott élek. Az összes fotósuliból nekem pont azt kellett kiszúrni, ami a szülővárosomban van. Oké, szóval fotósuli, ahova járunk. Lehet, hogy végig vissza akartam menni, hogy lássam Chloe-t. Bár csak velünk jöhetett volna Seattle-be. Ez a hely egyszerűen tökéletes lenne Chloe-nak. Egész nap kalózosat játszottunk volna. Seattle pont az a varázslatos hely, amiről mindig is álmodoztunk, és tele van kávézóval. Nagyon, nagyon emlékeztet magamra Max az alapján, amit itt olvasok róla. Sajnos Seattle nem volt csodamese. Viszlát, a Blackwell Akadémia most úgy tűnik számomra a világ bármely pontjánál érdekesebb. Mark Jeffersonnál tanulni fényképezni, plusz ott a diákok diverzitása. Nem olyan lesz, mint a mostani gimin. Valahogy sosem találtam meg a helyemet és a srácokat. Szerencsére azért van néhány barátom, de ideje tovább lépni innen. Talán most Arcadia Bay lesz a város, mely megváltoztatja az életem. Na, még beleolvasunk augusztusba. Mármint augusztus végébe, nem sokára menni kell, nem is tudtam, mennyi cuccom van, amíg nem kellett pakolni. Ez egyébként igaz, ha egyszer költöztök, akkor ti is tudni fogjátok. Anya és apa teljesen ráparáztak a dologra, egyszer elkaptam anyát pakolás közben sírni. Úgy éreztem, nekem is sírnom kell, és sosem megyek el innen. Pakolás helyett inkább felgyújtanám a sok cuccot, és elmennék shoppingolni egy új Max ruhatára, nem mintha lenne régi ruhatára. Csak Chloe fog ismerni, de ki tudja, mennyit változtunk. Simán levágathatom a hajam, csináltathatok tetkót vagy piercinget. Talán még valami külföldi sráccal is találkozhatok. Ráadásul rengeteg szuper lehetőségem lesz bemutatni a fényképeimet. Ez azért picit megijeszt. Érzem, ahogy feláll a kezemen a szőr. Alig várom már, hogy indulhassak. Remélem, a dolgok máshogy fognak alakulni a Blackwell-ben. Na, innen fogjuk majd folytatni. Most megnézzük a táskánkat. And any one of you. I can't believe I still have this pencil case. I should upgrade to the 21st century. Na, jó, csináljunk a selfie-t. I like it old school. What if Arbus chose to capture people at the height? Mondjuk, ha fotósulba járunk, akkor lehet, hogy nem olyan nagy gáz selfie-t csinálni. Taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. Of course, as you all know, the photo portrait has been popular since the early 1800s.
Your generation was not the first to use images for selfie expression. Sorry, I couldn't resist. The point remains that the portraiture has always been a vital aspect of art and photography for as long as it's been around. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Jó, nem is annyira jó fej, ilyet nem illik mondani, vagyis ez olyan szemét-tanár dolog, amikor ilyet csinálnak velünk az egész osztály előtt. I did know, igazából mindegy. But I kind of forgot. You either know this or not, Max. Is there anybody here jó, who van, knows na. Their stuff? Louis Daguerre was a French painter who created daguerreotypes, a process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Neked meg mire van ekkora arcod, ember? The Daguerrean process brought out fine detail on people's faces, making them extremely popular. Szerintem mindent megnéztem itt már. The first American daguerreotype self-portrait was done by Robert Cornelius. You can find out all about him in your textbook or even online. Hello, guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry, too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Na, ideig jutottam eredetileg. Victoria doesn't waste a second kissing ass. Even her school books are gift wrapped. Ah, so ez a Victoria az valami nagy arcú akárki. I should have known. She'll have better equipment than Blackwell. Ez valami tablet. GRLT64-es, az új Greenlit gyorsaságával a GRLT64-es kiterjesztett lehetőségek és remek testre szabhatóság. Ennek a mondatnak nincs értelme. Fotózz, amit akarsz, ahol akarsz, egyenesen a kamerából. Aha. Szóval ez valami nagyon drága a kamera, amit nézegetett Victoria. Amber Forever. Akkor fotózzuk le. Tabnapló. Aha. Szóval ide ragaszgatjuk be a dolgokat, illetve aha, és itt vannak a naplóbejegyzések, és akkor itt látunk néhány, hát egy ilyen kis mini biográfiát tulajdonképpen mindenkiről, akit eddig akivel eddig találkoztunk, gondolom, mert hogy vannak még helyek. Max, Jefferson, nem csak a világ egyik legjobb fotósa, de egyben a tanárom is, szóval ő tanít minket fotózni, akkor van Kate Marsh, mosolygott a mostanában, kedves és aranyos, még ha a többi diák által van ki is neveti. Szóval szegényke ilyen kis lúzer, és itt van Victoria, akit most ismertünk meg. Blackwell legjobbjai közül, és amúgy egy hülye kurva, ja jó. Utána, hogy ezt kell mondanom, de nem tudom megérteni, hogy valaki, aki ilyen gazdag és szép, miért ekkora köcsök. Szóval ilyen tipikus menőcsaj. Also want everybody to know that this photographic world. Hello, Kate. Tudunk vele beszélni. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Kate, I hope I didn't embarrass you with my lame answer. It sucks to be dragged into the spotlight. Unless you're Victoria. She's got nothing on you, Max. Well, I should get going. Yeah, me too. Talk to you later. Sure. Itt van még valami számítógép, használd. Looks like somebody was already working on this. Cool. Okay. That printer is amazing. I'd love to see how it reproduces my pictures. I could pump out a whole gallery show with that thing. Victoria, őt is csak nézni tudjuk. Every time I look at Victoria, I feel like she's talking smack about me. De Jeffersonnal tudunk beszélni is. Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Kifogás, kifogás. Igazából mindegy, melyiket választjuk szerintem. I didn't have any time. Way too much homework. Max,
You're a better photographer than a liar. Úgy tűnik, neki is feltűnt. I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. Nagyon emlékeztet egyébként. Max nagyon emlékeztet magamra még ilyen általános iskolás gimis koromból. Én is ilyen nagyon félénk voltam, meg önbizalom hiányos. Tehát, hogy így... You can never escape the lighthouse here. Ó, itt van, amit láttunk. Szóval, hogy nagyon ilyen voltam én is, hogy látszott rajtam, hogy kicsit ilyen ókort a személyiségem. Pictures, the forest around here always looks mysterious. Kicsit így fura belegondolni, hogy azt szerint dönt tök-e, vagy döntenénk-e, hogy akkor mi döntöttem volna, vagy hogy most. Can't wait to watch them. So cool that we can check these out anytime. The decisive moment by Henri Cartier-Bresson. Aha, szóval ez a... Mr. Jefferson really expects me to enter. Why? Ha október 9-ig kell leadnunk. És mindennapi hősök témakörében van egy ilyen fotópályázat, ami nagyon jó lehetőség, úgy tűnik. I was about to. You always welcome to the real world. Hot. Menő csajok. Ezek most rajtam röhögnek? Splash water on my face and make sure kis, I don't look kis, like a kicsi total fiatalnak tűnik Max egyébként. Nem tudom, hogy itt hány éves egyébként. Ja, de nem, 10 valamennyi volt. Ugye azt mondta, hogy végzős, tehát akkor olyan 16-7 lehet. Van egyébként egy fantasztikus hangulata az ilyen amerikai suliknak. Nem tudom miért, mert általában az ilyen kis lúzer gyerekek szemszögéből van megmutatva, vagy nem tudom, de mégis valahogy, főleg ezzel a zenével, ez az egész játék hangulat, ez annyira, annyira fantasztikus. Mindenkit meg tudunk nézni. Nagyon jó Evan doesn't say much to me, but his photos are very cool. Szóval megtudhatjuk igazából, hogy kiről mit gondolunk. Itt a szekrényünk. I love that picture of mom and dad. Hello, Jack. Kiss, kiss. Andy, you look totally fabulous, as usual. Driving a car by the seaside, watching the world. Hello, Justin. Dana talking to, I think his name is Justin. Dana is on my floor too. She's such an archetypal. Igen, és a melltartója is totálisan kint van. They must make them in a factory. I shouldn't be so catty. Dana is nice to me. Ah, Brooke nagyon jól néz ki, tetszik a haja. I've seen Brooke hanging out with Warren. She seems like his type. Ki Warren? Ó, szegény. Hát miért bántjátok? I hate bully jockstraps like Logan. Auntie's a Vortex Club member. Logan nagyon jól néz ki. Poor Daniel. Szegény. I wish I could beat the shit out of Logan. Miért mindig a foci csapattagok az ilyen köcsögök? I wish I could be with her forever. Hát személyposztel, hát ez annyi csoda. Looks like she's been gone for months. Missing from Arcadia Bay. 19, Rachel Amber. Akkor lehet, hogy róla láttuk azt a kis firkát az asztalon az előtt. 19. És itt vannak a táblának is. Hirdetmények, poszter. That's so messed up. I should contact to find out what I can do. Arcadia Bay. As if I am. Az elmúlt évtizedben a klímaváltozás gyökeresen megváltoztatta Oregon partjait, beleértve a halakat és az állatvilágot, az megtizedelte az állam horgásziparát, főleg Arcadia Bay-ben. Lép fel a szennyezés ellen és mentsd meg a történelmi városunk. És mindenhol eltűnt személyposzter, árusító automata. They should just call it a sugar machine. Sugar machine, igen. That would be awesome if you put money in there and a bag of sugar dropped out. Na és itt van Juliet, hoppá, itt nekünk jöttek. There's Juliet from my dorm. Yet another Vortex Club disciple. Figures Juliet would be dating Zachary. Benne van ebben a Vortex Clubban. Sucked up in the Vortex Club. Na és itt a mostó, ide akartunk bemenni.
empty. Good. Nobody can see my meltdown, except for me. De jól néz ki. Hú, de koszos ez a mosdó. Graffiti néz meg. Now, who would bother to write that crap? Rachel Amber is a bitch. Hát különösen úgy, hogy eltűnt. Tükör használt. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Használd. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Ez a fotó olyan szép, nekem kéne. Fuck it. Ne, nekem annyira tetszett ez a fénykép. Én megtartottam volna, kedves Max. Oh, when the door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Nagyon szép ez a pillangó, bár nem mondom, hogy ezen a vödrön akarnám megörökíteni. Na, lassan megyek, nehogy véletlenül elijesszem. Ilyen, bár ez női mosdó. Ki vagy, mi vagy? It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. De miért nem a pasi mosdóba megy? You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Amerika egyébként, ahol bárkinek bárhonnan lehet pisztolya. I'm so sick of people trying to control me. You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No. Oh. Oh. Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. Ez olyan, mint az a film. I held up my hand. Idétlen időkig, vagy mi volt a címe? Back here. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From harmadszor vagyunk. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now. Shit. Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Igen, azért csak felkapták volna a fejüket, nem? Okay, if I'm crazy, I might as well go all the way. Can I actually reverse time? Why Arvis? Because of the images of hopeless faces. You feel totally haunted by it. És most tulajdonképpen mit akarunk elérni? Ja, hogy a visszamenjen a fényképezőnk? Zsír. I actually did it. Időutazók vagyunk. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arvis? Because of her image. Keep it together, Max. You feel like totally haunted by the eyes of those sad people. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Keep that. I believe Max has taken what you kids call a selfie. A dumb word for a wonderful photographic tradition. Na, remélem, hogy most végre tudunk válaszolni arra, amire az előbb nem tudtunk. I know I'm not dreaming this. Vicces, hogy most megmenthetjük egy lány életét, én meg arra várok, hogy a jó választ adhassam egy kérdésre. So I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet?
The point Can I save that her? The portraiture has always been a vital aspect of art and photography for... I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, De hát még nincs ott, mert csak óra után volt ott. Want to join the conversation, can you please tell us the name of the process? That... Uh-huh. Átugrottuk. Hát mondjuk, hogy rosszul vagyunk, és ki akarunk menni a mosdóba. I feel sick. May I be excused? Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Oh. Is there anybody oh, here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again? Az ikon azt jelenti, hogy valami hasznosat tanultál, amit lehet, fel tudsz használni, ha visszatekersz. Akkor visszatekerünk. Miközben visszatekersz, nyomd a Shift gombot a gyorsabb visszatekeréshez. Oké. Okay. Max. Jó. Most már tudunk rá válaszolni. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Okosak lettünk ettől. Szerintem berog a hajam. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Max is so far way ahead of everyone. Yeah, most ki kell menni. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Na, most gyorsan. You are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Még mindig nem tudunk futni. Yes. Victoria, you still have... I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. És most megint az. Aha, nem próbál kibújni, nem biztos, hogy van. Hát, mondjuk, hogy nem próbálunk kibújni alóla. I'm not avoiding, just... Biding time? Waiting for the elusive right moment? Exactly. Max? Don't wait too long. Super. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on. Nem, don't super. Let me stop you. Nyomd meg a kontroll gombot, hogy visszatekerj az utolsó döntésedig. De hát miért? Most elengedett minket a Jefferson. Excuse me. Nem tudom, ennek mi értelme Mr. van Jefferson, így. Can I talk to you for a moment? Yes. Excuse you. No, Victoria. Excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid. Ja, most fel tudjuk használni, amit az előbb mondott, de mondjuk ennek nem sok értelmét látom, mert mindenképpen megengedte, hogy elmenjünk. Life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Ja, most kicsit jobb a viszonyunk vele is, gondolom, hogy ezért volt jó, most viszont rohannunk kell, hogy meg tudjuk menteni a kék hajú csajt. I have enough time to get to the bathroom. Please, please, I can't tell anybody. Na, shift-gomb futás. Reméltem. Na, na jó az a cipő. I washed my face. Ja, mondjuk ennek nem tudom, mi értelme van, hogy ugyanazt csinálja, amit az előbb. Butterfly flew in. Mert attól még le fognak ők jönni, hogy a Max nem ugyanazt csinálja. Leave them out of this bitch. I can tell everybody. Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. Nem akarunk közbelépni. Who the fuck I am or who you're messing around with? Where did you get that? What are you doing? Come on, put that thing down. Tell me what to do. What's happening to Ken? Tűzjelzőt akarunk kinyitni. Hammer to break it open. Kalapá... Honnan? Trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Okay. Get that gun away from me, psycho! Na, de most megint lecsúsztunk erről. Magadra nem hat a visszatekerés, minden tárgyadat megtarthatod. Jó. Akkor elindulunk vissza. És shiftet lenyomom közben. Szóval van egy kalapácsunk.
I'm so sick. Na, of people trying menni. To control me. You are going to get in hell of more trouble for this than drugs. No way. Don't ever touch me again, freak. Na, megmentettük a kék hajú lányt. És itt hagytuk a fotónkat. That did not happen. Hú, cannot be jó. Real. I just saw. Na most viszont gyorsan ki kéne menni mielőtt. Ilyet valakinek egyértelmű lesz, hogy közünk van hozzá. Do not freak out. Ne veszítsd el a fejed. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face neked is covered in puke. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Ha ha. Ha ha. Itt nagy arcoskodik, mert itt ő a security. Na jó. Te ki vagy, mi vagy? Vesz igazgató. Ó, beszéljünk vele. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? Miért ez nem elég nagy dolog az egész jövője? Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Mi ez a kihallgatás, ember? Felnyomod Nathant, hazudsz. Hát, őszintén szólva, bár az a baj, hogy fogalmam sincs, mennyire bízhatunk meg ebben az igazgatóban egyáltalán, viszont hát hogyha most valaki ott van egy effektív egy pisztollyal, amit láthatóan egy gyenge idegállapotában használni is hajlandó, akkor nyilván valakinek muszáj szólni. Tehát most nem arról van szó, hogyha X csúfolja Y-t, akkor rohanok az igazgatóhoz, de azért ez mégis egy olyan komoly dolog. Hát felnyomnám Nathant, persze. I just saw Nathan Prescott waving a gun around in the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. Yeah. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. És akkor mi van? And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. De hát... So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Na, akkor a kék hajú csajt nem nyomtuk fel, úgy látszik. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you. We'll continue this discussion later in my office. Ezt most még nem tudom, hogy ezzel mi bajunk van, mert szerintem az, hogy ő személyesen néz utána, az egy jó dolog. Ez az ikon azt jelenti, hogy a választásodnak lesznek következményei. Vissza tudod tekerni az időt, hogy máshogy dönts. Should I rewind and change my story? Miért akarnánk visszapörgetni az időt? Azért, mert ha miután elmentél innen, már nem változtathatsz a döntéseidet. Hát nem tudom, azt sugallja, hogy vissza akarjam tekerni, de igazából nem tudom, hogy miért. Na akkor kontroll elvileg az előző döntése, míg tekerek vissza. Jó, beszéljünk vele. You look a little stressed out. Jó, akkor hazudjunk. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? Látszik, hogy neki még sosem voltak női problémái. I felt dizzy in Mr. Jefferson's Just class. Tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only Most been here for 3 weeks and you're already causing conflict. Ez nem jó. I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with the class. Please. Ez nem, de ez meg baromság. Igen, és még a mi ösztöndíjünk fog rámenni. Nem, én tartom magam az eredeti döntésemhez, nem tudom, hogy miért. Valószínűleg egyébként csak tanítani akar a játék arra, hogy így ebben a formában tudjuk változtatni a döntésünket, de tartom magam az eredetihez, nyomjuk fel Nathant.
Na, és Balagérgon menj át a kampuszra. Mondjuk ez, hogyha bomba van, akkor nagyon sokat érünk, hogy kint vagyunk a kampuszon. Mennyire ilyen amerikai sulis tényleg. Annyira élethű az egész valahogy. Teljesen ott van a hangulata, mint hogyha én is ott lennék velük. Ez a zene annyira hihetetlenül feelinges. Na. Legalább. Rachel Amber. She looks so hopeful and pretty. I wonder what happened to her. Hayden. Hát te ki vagy. Kedves Hayden. Beszéljünk vele. There she is. The retro selfie master. That's me, all right. You look relaxed as usual, Hayden. It's a skill one cultivates at Blackwell. Especially when one represents the Vortex Club. De most ez tulajdonképpen egy ilyen tanulók között szerveződött klub, vagy valami hivatalos? What the hell is the Vortex Club anyway? Seems so elitist. Only if you're not cool enough to get in. And it doesn't hurt your resume. If you say so. Nem, akkor ez valami hivatalos tud. But you should actually come hang with us one night, then you wouldn't be so inclined to gossip. Wow, eljöttek Vortex klubozni. You mean hang with a Vortex Club? That sounds like a setup to a horrible prank. Chillax, paranoia girl. We're not that desperate for fun. We know how to do that on our own. It seems weird to think about partying with all those Rachel Amber posters up. You're high. Rachel used to hang out with us too. She was a blast. Smart, not bitchy like, you know. So you knew Rachel Amber? I knew she liked to party. Fun to be around. Oh yeah, and she was hot. Okay. Rachel was actually a member of the Vortex Club? No. Rachel was like her own club. She was actually too cool for us. And I'll deny I ever said that. What do you think happened to her? Whatever happens to people who disappear without a trace. Did Victoria like Rachel? She seems like the jealous type. Don't think you know Victoria so well. She respected Rachel, even if she didn't act like it. Mi kérdezünk Nathanról? Do you really want Nathan Prescott to represent? Oh, please. Nathan is like everybody's voodoo doll. Kill the rich kid. He's all right and a fun guy to hang with. Fuck the haters. Hát, He seems genuinely unstable to me. Nate has his extreme moments, but don't we all? I don't know yet, hát, Hayden. Let's talk later, Hayden. Bye, Max. No, I have to get my chemical on and study. We should get you and Dana out one night. Okay. Na, van itt még ilyen, hogy Brock. Most tulajdonképpen miért nem megyünk? Na, most megyünk. Beszéljünk vele. Let me guess. You wanna fly my drone? Yeah. I'd love to. I love planes and balloons and... This is neither. Do you know what a drone really is? A weapon, right? You read too many conspiracy sites. This might be too complicated for you. Funny. Warren said you were smart. Oh, miért kell ilyennek lenni? Táska kere. Nyúljak bele a táskájába, hát ez milyen már? What a complicated name for such a tiny drone. Csak a drón dobozt nézzük. És most megtanul. Ja, hogyha visszapörgetjük, akkor meg fogjuk tudni neki mondani, hogy Hi, Brooke. Let me guess. Hogy mi az a drón? igen. That looks like a high fly drone. Model B400 EVO. Now, that's a nice piece of tech. You're Fox sizes. Csalók vagyunk. Why would you know that? I love aerial photography. Drones are perfect for that, especially those with great range. It's a new era of images. Most impressive, Max. Így könnyű, Max. Warren said you were multifaceted. Here. Ez a Warren nagyon kedvelhet minket. Get the drone whirl around campus.
És ezt most én irányítom? Nem tudom, hogy én irányítom egyébként, szerintem kb. Magától megy. Wow! Hát ha én irányítanám, akkor valószínűleg már bőven neki mentem volna valaminek. De hát nem tűnik úgy, hogy itt igazából bármit megtudunk. Azt hittem, hogy valamit látni fogunk, hogyha nézzük a drónt. De nem úgy tűnik. Na jó, körbenéztünk igazából. Király volt, köszönjük. Van itt egy szökőkút. Ülj le. This day has been so insane. Everything is happening too fast. Jó lenne ilyen zenei aláfestés mindig az élethez. These visions, this power. I keep expecting to wake up one more time. Na jó. Nem nagyon értem még, hogy mennyire fontosak ezek az apróságok, mert közben az, hogy itt elmerengjünk, annak nem volt annyira sok vagy nagy jelentősége. Miss Grant, vajon ő mit tud? Hi, Miss Grant. Excuse me, Max. I know everybody loves being asked to sign a petition. But would you do Miss Grant a favor? Ez a négeres az akcentusa. Ja, gondolom. Sure, I always have time for you. What's the petition? David Mattson, our chief of security, wants to put surveillance cameras all around. Ja, ez az a csávó, amelyik az előbb is belefutottunk. Blackwell Academy should be a high school, not a high security penitentiary. Hát az mondjuk a szobákban ne tegyen bele. That's crazy. Annak tényleg nem örülnék, hogyha lenne kamera a szobámban. Cameras in the dorm rooms. It's a slippery slope, and it's up to you and your classmates to stand up here. Blackwell Academy has a noble heritage. From the Native Americans who founded this land to the pioneers who shared it in peace, ja, not fear and violence. The Native Americans? The tribes who were here first, who welcomed the settlers. Both cultures found a mutual symbiosis and thrived. Now before nice. I assign you homework with this lecture, will you please sign the petition to keep our campus from going back to 1984? Jó az utalás, aláírjuk, persze, hogy aláírjuk. Absolutely. I don't mind security, but not pure surveillance. I knew you were my favorite new student at Blackwell for a good reason. Ennek lesznek következményei, annyira creepy, ahogy ezt így kiírja. Na nézzük, ki van még itt. Stella, ki vagy, mi vagy? Hey there, Stella. Hey, I know you. You're the new quiet girl in Jefferson's class. Isn't he incredible? Annyira emberi az arcuk valahogy, a kifejezés, hogy nem is tudom valahogy, az egész, ahogy meg vannak csinálva, hiába nem jó a grafika, de tényleg annyira jó. Azt hiszem. I think so. We're lucky to have such a famous teacher. And I actually love his work. Me too. His New York urban stuff is great, but I'm glad he came back to his Oregon roots. Screw the East Coast elite. It must piss off those pretentious galleries that Mark Jefferson is teaching photography to us Blackwell Hicks. Plus he is pretty hot for an older guy. If Victoria ja, wasn't all over him, I would definitely make a move. Victoria? Victoria is pretty obvious. I don't think Jefferson is into her. I don't think she's closed the deal, but she's not the only player. Now, how do you know this? Yeah, you have a lot to learn here at Blackwell. Rachel Amber absolutely had sex with him. Whoa. Well, okay. I've heard that from a good source. So, you knew Rachel? Not really. I saw her hanging with the other cool kids like Victoria. Not my kind of clique. But I heard insane stories about Rachel. No. I'd like to study this photo, if you don't mind. Warrentől kaptunk valamit. That's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jefferson's work. Már 12 oldal. Kéne haladni ezzel, hogy olvassuk. Warren. Halimax, el tudod hozni a pendrive-ot? Valaki? Sorry, sietek, sűrű ezen a bocsi.
Tali a parkolóba. Na, ha ilyenek vannak a fordításban, mindjárt visszaállítom angolra. Szexi leszek, mint mindig, majd meglátod. Készen állok lefotózni majd Tali, remélem is. Jó. Okay, I better get to my dorm and grab that flash drive. Justin. Yo, Justin. Check out the Max. Come to Thrash? What? Thrash? You mean stage diving or? You're such a poser. If you can't even name a simple nose slide or a tray flip, you should walk on. Igen, most tényleg kicsit beégettük magunkat. De szerencsére vissza tudjuk tekerni, és már is. Ó, még visszatekertük a Stella-ig, úgy tűnik. Jobb a szinten. Yo, Justin. Check out the Mac. I came to nose slide. But I'd love to see somebody do a tray flip. Oh, sick. You're not a poser. Nah. Akkor a csalók vagyunk. Oh, check it. We're gonna destroy some rails for you. What do you want to see? Jó lesz. I'd love to see a nose slide. Let's get Trevor all over that action. Oh, jó lesz ki. Királyság. Jó, akkor velük is összehavárkodtunk. Ja, itt van a srác, akit az előbb bántottak. What's up, Daniel? Oh, hi, Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Gondolom, ja. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Mindenhonnan előkerül ez a csaj. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. So what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. She had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way, you're a good substitute. Helyettesítő múzsák lettünk. Wow. Na, hát ilyet se kaptam még. Oh, that's a good posture. Na, kíváncsi vagyok. Good. Good. Ó, oh, ez tök jó. Best portrait ever. Ez tök jó. Ennek lesznek következményei. Miért? Thanks, Max. I'd like to draw you another time if you want. Na, jó van. Mi van még itt? Van itt még egy csávó, meg egy graffiti. Clever. Vertex Club Sucks. És ugyanaz a kavargós ikon van ott, amit mi is használunk. Beszéljünk hello? Vele. Max, I don't feel like talking. Okay. Akkor oh, sorry. I won't bother you. Ez ki amúgy? Nem tudjuk meg, hogy ki ez. És itt van Evan. Van egy fénykép Evan's albuma. Portfolio always looks so uber pro. I'd love to see his photos in there. Hey, akkor nézzük meg. Mind if I check out your cool portfolio? Let's see if you're worthy of it, Max. You have to answer a simple question. Mi? Ez mi a már? Famous fallen soldier. Izé. Hát ebből itt egyedül Robert Capa neve ismerős. Robert Capa, of course. I love his work, despite the controversy about that photo. Bejött. My, my. This quiet child knows things. That's why I'm here. You're a kindred spirit, Max. Would you care for a perusal of my portfolio? Yo. It's not a privilege I grant to many. I'd be honored, sir. Na, most már megnézhetjük. These photos are great. Ez is megint and Rachel Amber's face is mesmerizing. Na, tök jó. Oké, szóval
Tulajdonképpen tennivaló el kell vinnem a pendrive-ot Warrennek. És... jó, oké, de hol van? Warren pendrive-ja. Fellöknek. Ott jelzőtábla. Itt vannak a dormitories. Szóval akkor szobák. Oké, akkor jó helyen vagyunk. És át is megyünk a kolikhoz.